Ha jól ránézünk arra, hogy mi történik, akkor láthatjuk, hogy Európa hatalom szerkezetének újra szerkesztése zajlik. Tehát nem egyszerűen egy háború van, ez csak a felszín, ez az újságok és a publicisztikák szintjén van így, meg persze az elvesztett életek szintjén, ami jelentős, de valójában az még nem világos, hogy már ezzel a céllal is robbantották-e ki a háborút. Vagy csak időközben derül ki, a háború alkalmas eszköz arra, hogy teljesen újjászerkesszék Európa hatalmi gépezetét és hatalmi szerkezetét. Ezért nem egyszerűen gazdaságpolitikai megfontolások fogják eldönteni, hogy lesz-e újraépülés az orosz-európai kapcsolatokban, hanem az dönti el, hogy ez az átszerkesztési kísérlet, az mennyire lesz sikeres. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy a hatalmi szerkezete Európának úgy nézett ki, hogy a gazdasági fundamentumban Oroszország olcsó energia és olcsó nyersanyag, Európa fejlett modern technológia, német-francia tengely uralja Európát, a másik oldalon Oroszország, ebből az együttműködésből jön az európai gazdasági siker. Leegyszerűsítve, primitív módon ez volt a szerkezet. Most ha megnézzük, hogy most mi történik, akkor azt látják, hogy az első lépéssel leválasztották az európai gazdaságot az orosz gazdaságról. Ettől persze még nyersanyag kell, meg energia is kell, csak máshonnan jön. És az egyik függést lassacskán, de biztosan fölváltja egy másik irányú függés. És hogyha figyelik, hogy mi történik, akkor láthatják, hogy az, ami abszurdnak hangzott egy évvel ezelőtt, mondjuk, hogy az Európa, mondjuk, hogy Ukrajna Európai Uniós tag lesz, vagy egyáltalán csak, hogy egyáltalán tagjelölt lehet, az egy évvel ezelőtt egy olyan abszurditásnak tűnt az Európai Unió bővítésének eddigi folyamatait ismerve, hogy az ember inkább elengedte a füle mellett. Mi a helyzet ma? Ukrajna Európai Uniós tagjelölt. És arról beszélnek, hogy mindjárt tag is lesz. És ha megnézik, hogy egy évvel ezelőtt a NATO tagsága Ukrajnának hogyan hangzott, az abszurditás világához tartozott. Most úgy beszélnek róla, hogy természetesen, ha vége van a háborúnak, akkor majd Ukrajna, vagy ami abból marad, zárója bezárva, az majd tagja lesz, része lesz a NATO területének. Talán, mint önálló állam, a NATO tagja is. Jól látható átszerkesztés zajlik. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy olyan típusú közép-európai központ emelkedik fel, amit korábban nem láttunk a térképen. Mert nyilvánvaló, hogy a 40 milliós Lengyelország, és a nem tudjuk mennyi marad Ukrajnából, 20 millió vagy 30 millió, az egy gazdasági térséget fog alkotni. Katonai értelemben, biztonsági értelemben és gazdasági értelemben is. Az együtt, a lengyelekkel együtt, az jelent 60-70 millió embert. Az a kettő együtt, az több, mint Franciaország meg Olaszország, külön-külön persze. Németország utáni második legnagyobb terület. És ha az az amerikai kísérlet, hogy az európai gazdaságot, még a kínai gazdaságról is levágják, vagy a kínaiakkal való gazdaság sűrűségét, kapcsolati sűrűségét lecsökkentsék, akkor az Németország számára olyan gazdasági megpróbáltatás jelent, hogy ennek az új közép-európai, észak-közép-európai térségnek a egyébként hatalmas gazdasági potenciája, ide adva még az újjáépítésből fakadó pénzügyi lehetőségeket, meg fogja közelíteni Németországét. Az csak a magyar fülnek hangzik viccnek, amit tegnap előtt hallhattak a nyilvánosságban, amikor azt mondták az angolok, hogy 10 év múlva Lengyelország el fogja hagyni, meg fogja előzni Angliát. Ezt az angol pénzügyminiszter mondta, ha jól emlékszem, vagy talán egy bankelnök. Ez csak a mi fülünkben abszurd. A valóságban, ha nézik a számokat, akkor ezt láthatják. És ez párosul egy biztonságpolitikai koncepcióval, az EU-ból kilépett Britannia, most NATO-ba fölvett skandinávok, balti államok, Lengyelország, Ukrajna és még Románia, hogy a mi problémánkról is beszéljek egy fél mondat erejéig. Ez egy új sáv. Ez egy új biztonságpolitikai zóna, és ennek gazdasági következményei lesznek. Ha megfigyelik, akkor az Egyesült Államok katonai erejét most már nem Németországba telepítik, mert biztonságilag nem Németország a kulcsország, hanem Lengyelországba telepítik az ukrán háború miatt. Átszerkesztés zajlik. Több dimenzióban, összehangoltan Európa hatalmi átszerkesztése zajlik. Most nem azért jöttem, hogy erről beszéljek, ezt csak teljesen véletlenszerűen mondom most itt el. Nem is gondoltam még úgy át, hogy a nyilvánosság számára fogyasztható legyen, úgyhogy ezt felejtsék is, ha legyenek kedvesek ott hátul. Ez csak azért mondtam el, mert az a megjegyzés és természetes emberi igény, hogy egyébként a háború után az orosz-európai kapcsolatok épüljenek vissza, amire utalt a kamara elnöke, ez ugyan érthető igény, de messze van a realitásoktól. Ezért a magyar külpolitikának, meg a magyar gazdaságpolitikának majd nagyon sokat kell gondolkodnia azon, hogy milyen típusú kapcsolatrendszert tudja egyáltalán létrehozni és fönntartani Oroszországgal a következő 10-15 évben. Most nyilvánvalóan mi érdekünk számosokból, alapvetően persze energetikai okokból,
az, hogy a kapcsolatrendszerből minél többet mentsünk át. De hogy ez sikerül-e? Meddig sikerül? Erre ma senki nem tud választ adni, pedig egyébként a gazdaságpolitikai tervezésnek egyik kulcskérdése az energia okán elsősorban az orosz-magyar kapcsolatok jövője. Ami egy izgalmas kérdés, és sokat kell róla gondolkodnunk, és sokat kell róla majd egymással is beszélnünk.